ünnepi istentisztelet Koszorúzás Kemény Pál mártír sírjánál, megemlékezés és koszorúzás a forradalom emléktáblájánál. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. október 25-én 18 óra 5 perckor. A megemlékezés a Kovács Mihály Huszár Bandérium huszárjainak közreműködésével, az országzászló felvonásával kezdődött a Kossuth téren, majd a református nagy templomban az ünnepi istentiszteleten folytatódott tovább. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 32. évfordulója tiszteletére rendezett városi megemlékezés első része az országzászló felvonásával kezdődött a Kossuth téren. Az országzászló felhúzásában közreműködtek a Kovács Mihály Huszár Bandérium huszárjai és a Karcagi Részfúvós Együttes. Ezt követően a református nagy templomban az ünnepi istentiszteleten igét hirdetett nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes. 1956-ban, ahogyan mondja a költő, egy egész nemzet azt mondta, elég volt. 1956-ra az 1945-től bejelentkező földi mennyországot, paradicsomot megvalósítani akaró kommunizmussal szemben azt mondták a mi őseink és őseink, hogy ez nekünk nem kell. Szóltak már korábban is néhányan, de annak ugyanaz lett a vége, mint a korábbi nagy birodalmak idején, hogy aki szólt, az mehetett a Nadrási út 60-ba, mehetett tilalmasra a napgazdaságba, Recsbe is tartsára. Szólj, fájni fog a fejed. 1956-ban arról kezdtek el az emberek nyíltan beszélni, ami addig forrongott a szívükben, hogy az Isten teremtési rendje az, ami biztosíthatja az emberek életét, boldogságát, gazdagodását. Nehogy azt gondolja valaki, hogy túlzok, mert szeretném, hogyha látnánk egy nagyon szép, érdekes kis jelenet sort. Ruszkik haza. Az Isten teremtése rendje szerint ebben a Kárpát-medencei régióban vérrel szerzett hazát ültek meg a magyarok. És a velük testvéri sorsközösségbe került uruk. Ezt akarták elvenni tőlük. Ezt akarták megsemmisíteni. Az internacionalista, a nemzetköziség eszméje alatt meg akarták szüntetni, ki akarták venni az emberekből, ki akarták írtani, gyökerestől ki akarták lépni azt a szót, hogy magyar, azt a szót, hogy nemzet. Nekünk Magyarország kell. Magyarok vagyunk, és a magunk országában akarunk élni. Ezt itt Ruszkik haza. És kell a szabadság. Ezért ontották a vérüket, a mi őseink. Ezt mondták 1956-ban, vissza ezt a szabadságot. Mert ez az Isten teremtési rendje, hogy itt, ebben az országban azt gondolhassuk, amit akarunk. Abban hihessünk, amit akarunk. Mert ez az Isten teremtési rendje, ez az Isten akarata. Az ünnepi műsorban a Karcagi Nagykun Református Gimnázium diákjai közreműködtek. Megtorlás, vallatás, mártírhalál. E szavakkal lehetne röviden összefoglalni Kemény Pál életének legnehezebb időszakát. A megpróbáltatás ideje volt ez az ő számára. Megtorlás, vallatás, mártírhalál.
E szavakkal lehetne röviden összefoglalni Kemény Pál életének legnehezebb időszakát. A megpróbáltatás ideje volt ez az ő számára. Erre emlékezve gyűltünk most össze. Átélte a kínok kínját, a rabság kiszolgáltatott helyzetét. Az 1956-os forradalom és szabadságharc helyi eseményeinek egyik mártírja Kemény Pál. Az egykori talajvegyész síremléke az északi temetőben áll, amely előtt az 1956-os megemlékezések alkalmával a város közössége koszorúzással tiszteleg. Október 23-án Kemény Pál hozzátartozói, a városunk vezetői, országgyűlési képviselői elhelyezték a megemlékezés koszorúit és mécseseit a karcagi mártír sírjánál. Kemény Pál karcagi talajvegyész, korábbi honvéd főhadnagy állítólag visszaadta az első pofont a pufajkásoknak, mire azok úgy megverték, hogy néhány nap múlva a szolnoki kórházban vese elégtelenség miatt elhunyt. A bántalmazottak többnyire szívgyengeségben vagy vese elégtelenségben haláloztak el. Az északi temetőben Kemény Pál az 1956-os forradalom és szabadságharc karcagi mártírjának síremlékénél az emlékező beszédet nagy tiszteletű Koncné Lehocki Krisztina református lelkész mondta. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe. A seregek ura velünk van. Jákob Istene, ami várunk. Amen. Majd a család, a város vezetői, képviselők, intézmények és civil szervezetek vezetői helyezték el főhajtással koszorúikat. A város vezetői, az országgyűlési képviselők, a pártok, intézmények, civil szervezetek vezetői ünnepi megemlékezésen vettek részt, majd a Városháza előtti téren helyezték el az 1956-os forradalom emléktáblájánál a megemlékezés koszorúit. 1956-ban megalakul a forradalmi munkástanács, melyen részt vesznek a kunmadarasi Kilián repülőtiszti iskolának a képviselői is. Karcagról ugyanis még a délelőtti órákban küldöttség ment a kunmadarasi repülőtérre felmérni, hogy a környék messze legerősebb katonai erejének számító repülősök hogyan viszonyulnak a megváltozott politikai környezethez. A repülőtéren Hagymási Jenő százados ezred parancsnok rövid megbeszélés után azt közölte a karcagiakkal, hogy ők is megválasztják küldötteiket, és mindenképpen képviseltetik magukat a megalakuló forradalmi munkás tanácsban. A gyűlés megválasztja a forradalmi tanács elnökét Danka István személyében. Hagymási javaslatára létrehozták a honvédelmi bizottmányt, mely a forradalmi munkás tanács mellett működött. Elnöke Hagymási lett. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen vagyunk Karcagon. Tulajdonképpen 1956 65. évfordulója az kissé ugye átmozdítja 1956 emlékezet történetét, hiszen ha belegondolunk, már lassan, ugye most 32 éve, jövőre lesz 33. éve, hogy megtörtént az a rendszerváltoztatás, az a politikai rendszerváltoztatás, ami ugye 33 év után a forradalommal véget vetett Magyarországon az államszocialista rendszer és közvetve a kommunista eszme történetének, és ugye gyakorlatilag a 65. évforduló már bőven elég ahhoz, hogy az emberi közemlékezetből, a kortársak emlékezetéből kikopjon közvetlenül 1956 emlékezete, és itt lépnek előre egy sorral, ugye megemlékezések, az annak a megemlékezéseken felszólaló szónokok, történelem tanárok, történészek, akik ugye arra kell, hogy törekedjenek innestől kezdve, hogy nagyon is élő emlékezetben tartsuk meg a magyar forradalom és szabadságharc eszméit, hiszen tulajdonképpen ahogy mondjuk a diákok a történelem tankönyvek világából tanulnak, úgy gyakorlatilag az emlékünnepek pedig kiválóak arra, hogy azt a példát átörökítsük és a fiatalok felé meghonosítsuk, amely motiválta és amely mozgatta az 56-osok nemzedékét is. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komoly feladat számunkra. Ebből a szempontból, mint gimnáziumi tanár, megtisztelőnek érzem, hogy szónokként szólalhattam fel a mai napon. Úgy gondolom, hogy jelentős üzenetet hordoz 1956 mondani valója a mai napig. Nagyon fontos a magyar állam szuverenitása, a magyar nemzet függetlensége szempontjából ennek az emlékezetpolitikai eseménynek az ébren tartása, és hogy tisztán tartsuk meg az emlékezetünkben. A bizottság a rend fenntartása mellett kapcsolatok kiépítését
kérdésében gondolkodott, Szolnok, Miskolc, Debrecen, Mezőtúr, Békés Csaba felé. Filip István Karcagváros forradalmi tanácsának titkára lett. Ő foglalkozott a közbiztonsági katonai kérdésekkel. Az ő személyéhez köthető a helyi sajtó megteremtése. Volt is szerencsém a mai nap folyamán ugye a kemény család leszármazottaival beszélgetni. Nagy örömömre szolgált az, hogy egy rövid beszélgetés után meg tudtunk abban egyezni, hogy egy rendhagyó történelem óra keretében a Karcagi Nagykun Református Gimnáziumban ők majd saját családi hagyatékanyagukból, saját élményeikből tartanak egy előadást, egy rendhagyó történelem órát, de valóban ezer szállal kötődik maga a forradalom és szabadságharc emlékezete Karcaghoz, gondolva akár ugye a gimnáziumra, mint szellemi műhelyre, Filip István tanár úr emlékezetére, gondolva akár Kemény Pálra, és gondolva ugye arra a nemzedékre, akik átélték ezt. Úgy gondolom, hogy helyben, lokálisan is komoly feladat, hogy ébren tartsuk az emberek emlékezetét, ébren tartsuk az emberekben azt, hogy miről szólt 56, és hogy hogyan meríthetnek ebből a mai generációk. 1956. decemberében, illetve 1957. februárjában letartóztatják és gyorsított eljárásban állítják bíróság elé a Sinkovics Gyula és társai perben. Nyolcadrendű vádlottként első fokon 5 évre ítélik, mert bűnösnek találják a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való részvételre vállalkozás büntettében, valamint ifjúság elleni büntetben. A vád az volt, hogy támogatta a megye egyetlen kádárrendszer elleni fegyveres szervezkedést, illetve a Karcagi gimnáziumban diákjai kommunista és kádár ellenes röpcédulákat készítettek és terjesztettek. Ahogy egykor egyébként éppen a Karcagi Híradó című röplap gyakorlatilag ilyen 9-9 lapszámot megélt forradalmi röplap éppen a gimnázium, az akkori állami gimnázium kereteiből vagy falai közül burjánzott ki. Úgy gondolom, hogy lehet ma is a Karcagi Nagykun Református Gimnázium Karcag oktatási intézményei szélesebb körben egyfajta szellemi műhely, amelynek fiataljai segíthetnek ugye az 56-os eszme ébren tartásában, életben tartásában. Ma egyébként a református nagy templomban rendezett délelőtti istentiszteleten a Karcagi Nagykun Református Gimnázium diáksága Szabó Júlia Ildikó tanárnő szervezésében vagy vezetésével egy fantasztikusan szép irodalmi műsort adott elő. Én úgy gondolom, hogy a helyi gimnazistáknak fontos 56 emléke, és természetesen nekünk tanároknak pedig úgy a kötelességünket emlékeztetni, hogy hogyan kötődik a város múltja ugye 56-hoz. A résztvevőkre meglehetősen súlyos ítéleteket rúgtak ki. A végül tucatnyi vádlott közül 5-en 10 év feletti börtönbüntetést kaptak, másodfokon aztán némileg enyhítették az ítéleteket. Filip Istvánt 3 évre ítélték, 1959-ben szabadult. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!